Szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt van, polgármester urat, a képviselőtestület tagjait, minden kedves meghívott vendéget, a munkatársaimat, a kivitelező cég résztvevőit, és minden kedves érdeklődőt, aki most itt van, hogy együtt ünnepeljük ezt a nagy eseményt, a lift átadását és ezt a kis megnyitó ünnepséget így. Miért fontos nekünk ez a lift? Amikor az Unióhoz csatlakoztunk, akkor alapvető feltétel volt az egészségügyi intézményeknél az akadálymentesítés, úgyhogy ezért csak ideiglenes működési engedélyünk volt egészen mostanáig, úgyhogy mostantól remélhetőleg megkapjuk a valóságos működési engedélyt. Sajnos a közép-magyarországi régió eddig is és ezután is mindenféle fejlesztésből ki kellett, hogy maradjon, úgyhogy az önkormányzatnak ezt önerőből kellett megoldania ezt a komoly fejlesztést. Miért hiányzott nekünk eddig ez a lift? Hát nagyon sok olyan betegünk van, most szeretettel köszöntöm az Erzsébet otthonnak a lakóit, meg a másik otthonnak a lakóját is. Szóval sok olyan betegünk van, aki nehezen mozog, idős, vagy tolókocsiban, egyszerűen nem tudott ide feljutni, vagy akár csak azok a kismamák, akik a pici gyerekeikkel föl kellett jussanak valahogy babakocsival a második emeletre. Én megmondom őszintén, amióta itt dolgozom, még főleg amióta vezető vagyok, néha a szívem szorult össze, amikor azt láttam, hogy vergődnek föl a nehezen mozgó betegek, és egy picit szégyeltem magamat, megmondom őszintén. Úgyhogy, tehát nekik is nagyon fontos, és aki viszont egyáltalában el se tudott jutni ide, vagy nem tudott fölmenni az emeletekre, mert nem volt hozzátartozója, vagy nem volt segítsége, annak el kellett mennie a harmadik kerületbe, vagy Szentendrére, szóval jól messzire, és ezzel azért általában nem kis megterhelést okozott a családnak is, a hozzátartozóknak valaki el kellett vigye, az intézeteknek a dolgozói is mindig szállítgatták a nehezen mozgó betegeket olyan szakrendelőbe, ahol volt lift. Úgyhogy, tehát ez nehézség volt mindenképpen a lakosságnak. Miért lesz mostantól jobb? Tehát így biztosan javul azért a betegellátás hatékonysága, nem kell annyi embert, annyi autót igénybe venni, elszállítani a betegeket. Helyben el tudjuk látni. Hála Istennek szakmailag nagyon jó az orvosi és tehát a szakemberi gárda, az asszisztensek, úgyhogy akit lehet és akit most már nem akadályoz meg a mozgáskorlátozottsága, az remélhetőleg itt mindenkit jól el fogunk látni szakmailag az intézetbe. Ez a lakosságnak, az egész lakosságnak egy nagy kényelem, egy nagy kényelmi szolgáltatás, és igazából hosszú távon, szóval hosszú évek alatt fog megtérülni. Szeretnék köszönetet mondani a polgármester úrnak és a képviselőtestületnek, hogy biztosították az anyagi fedezetet erre a nagyon nagy beruházásra, liftépítésre. Szeretnék köszönetet mondani a munkatársaimnak, akik lemondtak a saját szobáikról, de ezt így, ahogy mondom, tehát némelyiket egyszerűen ki kellett tegyük a szobájunkból. És végig az egész munkálatok ideje alatt folyamatosan dolgoztak ugyanolyan minőségben, ugyanolyan odaadással, mint addig. Karbantartunk éjjel-nappal rendelkezésre állt, a titkárnő éjjel-nappal rendelkezésre állt, bármi gond volt. Szeretném megköszönni a kivitelezőknek is a nagyon szép munkát, meg a szép terveket, mert most sokkal szebb lett az épület és a folyosók. És a Pécsi Melindának, tehát a kivitelezés vezetőjének szeretném külön megköszönni, hogy nagy figyelemmel és nagy empátiával oldotta meg az időközben felmerült problémákat. Köszönöm szépen a figyelmet! Kedves igazgatóasszony, kedves megjelent vendégek, kedves betegek, kedves orvosok, akik itt vannak, asszisztensek, szeretettel köszöntöm minnyájukat.
Valóban, ahogy az igazgatóasszony is említette, egy nagyon jelentős nap a mai, amire, ha egyszerűen számolok, akkor 33 évet kellett várni. Ezt a rendelőt 1981-ben építették fel, és azóta 33 éve nélkülözték a betegek, és az itt dolgozó orvosok, ápolónők a liftet. Az önkormányzat az elmúlt években nagyon komoly erőfeszítéseket tett arra, hogy a lift megépítéséhez forrást szerezzen, azonban ezek az erőfeszítések mindig akadályba ütköztek. 2008-ban, tehát 6 évvel ezelőtt egy nagyon komoly pályázatot adtunk be a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében a szakorvosi rendelő bővítésére és akadálymentesítésére, de sajnos nem nyertünk ezen a pályázaton. 2011-ben, tehát 3 évvel ezelőtt egy másik Közép-Magyarországi Operatív Programos pályázatot nyújtottunk be, akkor már kifejezetten csak az akadálymentesítésre, ez egy 70 milliós projekt lett volna, azon sem nyertünk. És mikor újabb évek elteltek, és lehetett látni, hogy kezdünk kikászmálódni a gazdasági válságból, akkor a tavalyi évben a képviselőtestület úgy döntött, hogy nem vár tovább, nem kísérletezik tovább a pályázatoknak a lehetetlen útvesztőjében, hanem saját forrásból megépíti a liftet. A testületnek ez a döntése aztán idén februárban öltött konkrét testet, amikor döntöttünk arról, hogy kiírunk egy közbeszerzést a liftnek a megvalósítására. Először a tervezőt kellett kiválasztani, és sikerült egy olyan tervezőt találnunk, aki már korábban is foglalkozott a rendelővel, a korábbi pályázatokhoz is próbált nekünk segítséget nyújtani a terveivel. Így a Eliti Kft. Lett a tervező cég, amelyik először az engedélyes terveket elkészítette. Az engedélyes tervek alapján tudtuk kiírni a kivitelezésre a közbeszerzést. Ez májusban történt, és hogy minél jobb cégeket találjunk, ezért meghívásos közbeszerzést írtunk ki, 5 céget kértünk meg, hogy tegyen ajánlatot a lift megépítésére. Volt köztük 2 olyan, aki kifejezetten liftgyártó cég, és több olyan kivitelező, építőipari cég, akik Vörösváron már nagyon jó minőségű munkát végeztek. És milyen érdekes, hogy egy ilyen lift megépítése a mai világban nem is olyan egyszerű feladat. Végül az 5 cég közül csak egy adott ajánlatot, a Nova Bauhangeri Kft., aki végül is megvalósította a lift megépítését. És ez nem véletlen, mert a lift megépítése az nem egyszerű építőipari feladat, hanem nagyon komoly műszaki probléma is, hiszen egy liftet készen meg lehet valahol vásárolni egy liftgyártó cégtől, de utána azt a liftet úgy kell az épületbe beilleszteni, hogy azután zökkenőmentesen kiszolgálja az épületet, és műszakilag is kifogástalanul működjön. Úgy gondolom, hogy nem volt egy egyszerű közbeszerzés, mert az ajánlattevő először rendkívül a várakozásainkhoz képest nagyon magas áron vállalkozott volna a lift megépítésére, és nagyon hosszú, több 3 órás tárgyalás keretében sikerült tisztáznunk az összes oda-vissza feltételeket, aminek a révén le tudtuk nyomni jelentősen az árat. Végül is ez a lift 38 millió forintból épült meg. Nem kis összeg, és büszke vagyok arra, hogy a testület az utóbbi évek gazdálkodási erőfeszítéseinek köszönhetően meg tudta teremteni ehhez a szükséges fedezetet. Mikor megvolt a kivitelező, következett a szerződéskötés, és egy nagyon feszített ütemtervet kellett megvalósítani. Május 27-én írtuk alá a szerződést. A kivitelező részére a munkaterületet július 2-án adtuk át, és augusztus 25-én készre jelentette, tehát a műszaki átadást már augusztus 25-én be is fejeztük. Tehát gyakorlatilag 3 hónap alatt hajszál pontosan az ütemterv szerint a kivitelező megvalósította a liftet, és hogy az igazgató asszony is említette, mai magyar viszonylatban azt kell, hogy mondjam, hogy kimagasló színvonalon. Aki megnézi akár a külső építészeti munkákat,
a burkolásokat, a vakolást, vagy bejön az épületbe, és minden szinten megnézi a liftnek az épületbe illesztését, az ajzatburkolatoktól a csempékig, a világítós testektől a festésig, az láthatja, hogy mai magyar szinten egy egészen kimagasló, igen magas színvonalú munkát végeztek. Én ezt szeretném megköszönni a kivitelezőnek, és egyúttal be is mutatom, Novák Zoltán úr, a Novabau Hungary Kft. Ügyvezetője, egy tapsot megérdemel. És aki itt a helyszínen az egész munkát irányította művezetőként, az pedig a cégnek az egyik alkalmazottja, Pécsi Melinda, róla volt szó, neki is nagyon szeretném megköszönni a munkáját. Oly annyira, hogy másnak nem, de neki hoztam egy csokor virágot. És még a dicséreteket hadd folytassam. A kivitelezésnél mindig nagyon fontos egy műszaki ellenőrnek a jelenléte, aki a folyamatosan, hogy egy polgármester meg a polgármesteri hivatal nem tud reggeltől estig itt lenni az építkezésnél, kell egy szakember, aki figyelemmel kíséri a munkákat és felügyel arra, hogy minden műszakilag és a jogszabályok szerinti színvonalon készüljön el. És ennél a kivitelezésnél ebben is szerencsénk volt, a műszaki ellenőr Böröczfi István úr személyében egy nagyon kiváló műszaki ellenőr volt, aki esetenként... Ez nagyon ritkán fordul elő, hogy egy műszaki ellenőr nálam szigorúbb, és többször volt olyan, hogy amire én már ráregyintettem, hogy ez így jó, ő beírta a jegyzőkönyvbe, hogy ezt még ki kell javítani. Ezt külön köszönöm neki. De nem mindjárt az építkezéssel kezdődött a munka, úgyhogy még szeretnék köszönetet mondani olyanoknak, akik az előkészítésben vettek részt. Említettem már az Eliti Kft-t. A vezető tervező, a Nagy Erzsébet asszony most nem tud itt lenni, de a cég ügyvezetője, Vas József ügyvezető itt van. Köszönöm szépen nekik és a kiváló munkát. Főépítész asszony nem látom, de ő is nagyon sokat segített a terveknek a korrektúrázásában, a tervegyeztetéseken nagyon fontos észrevételeket tett, és nagyban hozzájárult, hogy a lift végül ilyen szép legyen. Köszönöm neki is. Szondi Zsuzsanna az építéshatósági osztály vezetője itt áll Böröczfi úr mellett. Neki is nagyon köszönöm, és pedig azt, hogy a tervezés folyamatában végig segítette a tervezőket, a főépítést, és főleg most az utóbbi egy héten, mert nem beszéltem arról, hogy miután megvolt a műszaki átadás, augusztus 25-én jött még egy nagyon nehéz feladat, a használatba vételi engedély megszerzése. Mindenki tudja, egy családi háznál is ez egy fontos aktus, addig nem lehet igazából beköltözni. És nagyon izgultam, hogy a mai napig hogy fogjuk ezt elintézni, mert ma Magyarországon egy használatba vételi engedélyt megszerezni az elég ördögi dolog, nagyon nehéz a bürokrácián keresztül vergődni, és Szondi Zsuzsánának nagyon nagy hálával tartozunk, hogy tegnap délután 4 órára meglett a használatba vételi engedély. Szeretném még megköszönni a polgármesteri hivatalból 2 személynek a munkáját, aki a lift munkában nagyon sokat segített. Először is Solti Kinga közbeszerzési referensnek, aki az egész projektnek a közbeszerzési részét menedzselte. És Páva Gábor beruházónak, nem tudom hol van, igen. Aki kijárogatott naponta és összekötő kapocs volt az önkormányzat és a kivitelező között. Természetesen köszönöm a szakorvosi rendelő igazgatójának, dr. Surjánné, dr. Tóth Margitnak és az összes munkatársának a türelmet, az együttműködést. Elmondta, hogy tényleg nehéz napok voltak, emberpróbáló napok, hiszen úgy kellett megvalósítani ezt az építkezést, hogy közben a rendelő folyamatosan működjön. Még olyan helységekben is, ahol addig ültek az íróasztal mellett. Ott is működni kellett az átépítés alatt. Ez főleg a második emeleten, pont a vezérkar környékén volt a legnehezebb, és köszönöm az ő türelmüket is. És végül, de nem utolsó sorban,
Köszönöm a betegek türelmét is, hiszen nekik is el kellett viselni, hogy nehéz volt átbukdácsolni a járdán, olykor nehéz volt megközelíteni az épületet, le kellett menni a gyermekrendelő felé, vagy a búcsútér felé kanyarodni egyet, tehát voltak nehéz napok, de azt is köszönöm a kivitelezőnek, hogy ezeknek a napoknak a számát nagyon alacsonyra sikerült csökkenteni. Még a vége felé szeretném megemlíteni, felhívni a figyelmüket arra, hogy itt most egy olyan korszerű lift épült, ami egyébként 13 fő személy befogadására képes, kerekes kocsi befogadására is képes, műtős kocsi befogadására is képes, és a legkorszerűbb technológiával készült. Minden szinten, tehát levittük a liftet a nulladik szintre, itt a föld alá is, tehát a gyermekrendelőbe is le lehet menni, és így a teljes épület akadálymentessé vált, és az épület előtt pedig kialakítottunk mindjárt a bejárat mellett egy mozgáskorlátozottak számára szolgáló parkolót, tehát az speciálisan csak nekik van föntartva, föl is van festve, és így, aki mozgáskorlátozott, az innen meg tudja az egész épület, az összes szintet közelíteni a főbejáraton keresztül akadálymentesen. És ha már a kiegészítőknél tartunk, nem csak a liftet építettünk meg, egyúttal egy kicsit parkosítottunk is előtte, hogy a technológiailag a daruzás miatt ki kellett vágni néhány fenyőfát, de amint látták, azóta négy új fát, négy piros virágú galagonyát ültettünk, olyan-olyat, mint a főutca szemben lévő oldalán van, és parkosítottunk, sövényt ültettünk, füvesítettünk, tehát kialakult egy szép kis előkert is egyúttal a rendelő mellett, és hát fölhívom a figyelmüket, hogy ezt a tornyot egy kicsit sikkesebbé és szebbé tegyük, rátettünk fölül, odaillesztettünk egy Vörösvár címert, ami reményeim szerint, ha elkészül az új kétszintű csomópont, és a városnak ez lesz a fő bejárata Esztergom Pilis Csaba felől, akkor magára vonja majd minden Vörösváron keresztül haladó polgárnak a figyelmét, és úgy fogadjuk őt, hogy egy Vörösvár címerrel itt a szakorvosi rendelővel bemutatkozunk minden vendégünknek. Én köszönöm a figyelmüket, és elmondom, hogy akkor mi van most hátra még. Előkészítettünk egy szalagot, amit majd ünnepélyesen átvágunk, és utána néhány idősebb beteg, aki rendszeresen jár az otthonba, elsőként kipróbálhatja majd a liftet. Néhány kört megvárunk, amíg az első jelentkezők tesznek egy-két menetet a földszint vagy az emeletek irányába. Utána én magam is az igazgatóasszonnyal és a közreműködő előkelőségekkel kipróbáljuk ünnepélyesen a liftet, és utána, akinek az ideje engedi, az maradjon, és egyénileg is folytathatja a liftezést. A Nyugdíjas Klub nevében szeretném megköszönni polgármester úrnak, képviselőtestületnek, hogy megépült az a lift. A Nyugdíjas Klub egyik kezdeményezője volt a liftnek a megépítésének. Hát nyilvánvaló, hogy a mi korosztályunknak van a legnagyobb szüksége. Saját szememmel láttam, amikor ölbe vitték fel a nem járni tudó embereket. Hát ez nagyon kellett, ez a lift. És én azt kívánom magamnak, hogy 20 év múlva is használhassam ezt a liftet. Köszönöm.